Sütőkézi Zsuli. Halálos lakóház tűzkertész szigeten. Képviselői feladatok a 6-os számú egyéni választókörzetben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 17-én 18 óra 5 perckor. A karcagi kézilabdának van jövője Karcagon. Erre a legjobb példa az egyre népszerűbb Sütő Kézisuli. A sütőlányok közül nagyné Sütő Mariannal beszélgettünk, míg Edina közben tartja az edzést. A testvérek a Süti Kézisulit is azért alapították, hogy összedolgozva együtt építsék a kézilabda jövőt Karcagon. Maximálisan partnerei vagyunk egymásnak. Úgy gondolom, hogy amikor megalapítottuk ezt az egyesületet, ennek ez volt a lényege, hogy összedolgozva együtt építsük a jövőt itt Karcagon a kézilabdában. Az edzéseken a tanítványokkal néha nosztalgiáznak a saját pályájukról, ahogy annak idején az ő szüleik tették ezt. Ugye amikor én ennyi idős voltam, mint ők, és a szüleim és a nagyszüleim mondták, hogy annak idején, amikor én ezt meg ezt csináltam, persze mindig mondtuk, hogy jó van, fejezd már be, hagyjuk már ezt az egészet. Aztán most mi is példálózunk ezzel a dologgal, hogy amikor én kézilabdáztam, és az edző mikor ezt csinálta, nekünk ezt meg ezt nem engedte meg, bezzeg ti megcsináljátok. Szóval természetesen nagyon sokat példálózunk a régmúlttal. A jelenlegi csapat fiú-lány korosztályú, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, akik nagyon szépen szerepelnek, sok dicséretet kapnak az ország különböző pontjain a mérkőzéseken, de a szülők is itt vannak partnerként velük. Fiú-lány korosztályaink vannak, egyenesen U8-tól indulunk felfele U15-ig, nyilván vannak kihagyások korosztályokban, hogy megyünk, hogy 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de minden fiú-lány vonalon indítottunk gyerekeket, nagyon szépen szerepelnek, nagyon sok dicséretet kapunk az ország különböző pontjain, bárhol járunk mérkőzéseken, aminek ugye nyilván nagyon örülünk mi is, és a gyerekek is. A mai modern kézilabdához hozzátartozik az is, hogy okosnak kell lenni a kombinatív játékhoz, amit ész nélkül nem igen lehet csinálni. Természetesen ugye már a mai modern kézilabdához hozzátartozik az is, hogy okosnak kell lenni a kézilabdához, mert aki nem használja az eszét, az sajnos elbukik ebbe a történetbe, mert ugye ez egy összetett kombinatív játék, amit úgy gondolom, hogy ész nélkül nem igen lehet csinálni. És természetesen, mint pedagógus is mondom, hogy nagyon fontos a tanulás a gyerekeknek, hogy ne csak a sportban, de ott is ki tudjanak teljesedni, nyilván korosztálynak megfelelő sajátosságokkal egybekötve. Az edzéseknél figyelembe veszik az életkornak megfelelő sajátosságokat. Itt nagyon figyelembe kell venni a sajátosságukat az életkornak megfelelően, mert egy 8 éves gyerek másképp dolgozza fel ezt, mint egy 15 éves nagyfiú mondjuk. Másabbak, és én ezért is ragaszkodtam ahhoz, hogy nálunk, aki edző dolgozik, mindenkinek van pedagógus végzettsége, hogy ugye ezeket is kordába tudjuk tartani, ezeket az érzéseket pszichológiai és pedagógiai téren is, hiszen úgy gondolom, hogy ez csak így működik együtt. Az edzőknek van pedagógus végzettsége is, így fokozottan figyelnek arra, kire mit lehet bízni, és mennyire lehet terhelni. Minden részének a pedagógiának megvan az, ahol ki tudsz emelni egy gyereket, amiben nagyon jó, és akkor rá egy kicsit több felelősség hárul, mint a többi gyerekre. Ez ugyanígy megvan a kézilabdában is. Nagyon keményen elkezdődött a tanévben a bajnokság. Elkezdődtek a bajnokságok, minden bajnokságunk beindult, hál' Istennek a Covid most nem szól bele. U16-tól tette kötelezővé az oltási igazolványt, vagy a negatív tesztet. Nekünk ugye még nincs ilyen korosztályunk, tehát most mi teljesen védve vagyunk a Covid alól, és a mi bajnokságunk az természetesen, ahogy ki van a versenykiírás írva, úgy tud menni, haladni. A szakember szerint jól szerepelnek a kéziseik, sok a győzelem, ami tükrözi a gyerekek és az edzők közös munkáját. Hát már voltunk a nagyobbakkal meccsen, a kisebbeknek most kezdődik még. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. Nyilván a győzelem felé billen a mérleg, kevesebb sokkal a vereség, aminek nagyon örülök, mert ez tükrözi a gyerekek munkáját is, meg a mi munkánkat is, amit belefektetünk ebbe. A kézi egy csapatjáték. A szabályok megváltoztak a gyermekbajnokságban. Kézilabda szabályai megváltoztak a gyerekbajnokságban, hiszen akit elviszünk mérkőzésre, kötelező játszani, és kötelező sorcserék vannak, ami azt jelenti, hogy minden gyereket be kell tenni X időre játszani. És ez úgy gondolom, hogy megkönnyíti
segíti az edzők feladatát is, mert így könnyebb beilleszteni egy csapatba egy gyereket, mert nincs az, hogy most ő kevésbé ügyes, és akkor nem játszik. Ilyen már nincs, mindenkinek kötelező játszania, úgyhogy egy kicsit könnyebb dolgunk van szerintem, mint régen. A tehetséggondozást is felvállalták. Palkó Zsolt benne van a Magyar Kézilabda Szövetség programjában. Itt nem csak a kézilabdát, hanem a tanulást, az életmódot, a hozzáállást, mindent pszichológiai tesztekkel próbálják könnyíteni vagy nehezíteni a gyerekeknek a dolgát, a tehetségeknek. Most nagy a harc, mert szeretne a Zsolti a Nemzetközi Kézilabda Akadémiára is, a Pixtegetbe és a Fradiba is tovább tanulni. Mind a három helyen nagyon szívesen látják, és akkor most az a történet van, hogy el kéne dönteni, hogy hova megy. Most fogja eldönteni, hogy a Nemzetközi Kézilabda Akadémiára, a Pixtegetbe vagy a Fradiba megy tovább tanulni. Mindhárom helyen nagyon szívesen látják. Valószínűleg füstmérgezés okozta egy ember halálát Kertészszigeten. Szerda reggel 7:30 érkezett a jelzés a katasztrófavédelem művelet irányítására, mely szerint korábban tűz volt egy kertészszigeti sorházi lakásban. A szeghalmi hivatásos tűzoltók a helyszínen egy már kialudt tűzesettel találkoztak. Egy 40 négyzetméteres épületnek a konyhájában 6-7 négyzetméteren a sparhert és a szekrény között tűz keletkezett, ami már elaludt, és a földön fekve találtak egy valószínűleg füstmérgezés szenvedett szemét. A szomszédok korábban már látták, hogy többször is rosszul lett a férfi. Hát ismert itt mindenki. Csak itt mondták, hogy mi ez a sok autó, hogy onnan nézek. Ott kijöttek onnan, azt akkor mondják, hogy meghalt. Megígért, hogy mit csinálni. Ennyit rúg semmi többet. Hogy ismerték őt? Hol hát itt laktunk. Mondjuk, mit tudom, hány év itt lakunk. Városunkban a 6-os számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője Karcagi Nagy Zoltán a körzetben zajló képviselői munkáról kérdezzük. Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke, előadó művész. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük az elején. Mikortól lett képviselő? Én 2002-ben akkor kért fel a Fidesz helyi vezetősége a képviselői elindulásra, és sikeres választás követően 2002-ben kerültem be a képviselő testületbe, és azóta most már immár a 5. ciklusomat töltöm. Milyen további bizottságok munkájában vesz részt? Ugye itt elmondtuk, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke, de ezen kívül is vannak feladatai. Igen, tehát a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság, aminek az elnöke vagyok, Idegenforgalmi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pánti Ildikó vezetésével, abban is elnök helyettesként ténykedek, már évek óta egyébként. A Szociális és Egészségügyi Bizottság, abban is régen is tag voltam, ezt Nagy Nél László Erzsébet képviselőtársam, a kórház főigazgatónője vezeti, illetve bizonyos összeférhetetlenségi okok miatt az Oktatási Bizottságból kijöttem, és a Mezőgazdasági Bizottságba ténykedem, úgyhogy érdekes módon most jöttek be a külsős tagok a bizottságokba, minden bizottságba, így a miénkbe is, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságba, úgyhogy az első testületi döntés után, amikor megválasztottuk őket külsős bizottsági tagoknak, akkor köszöntöttük is őket a bizottság üléseken, illetve akik új tagok, tehát akik régen nem voltak külsős bizottsági tagok, őtőlük egy rövid bemutatkozást is kértünk, így aztán akkor egyre jobban megismertük őket, és kívántunk nekik a bizottsági munkában sok sikert és kitartást. Minden önkormányzati képviselőt felkereshetnek a lakosok, ugye fogadó óra keretein belül. Mostanában ennek a menete, és milyen tapasztalatokat gyűjtött össze a lakosság által a fogadó órák alkalmával? Igen, nagyon érdekes, és ezért csodálkozom, amikor az utcán mondják, hogy kerestelek, nem tudtam szólni. Minden hónapban a Fidesz frakció tagjai, a képviselők, a körzeti képviselők minden hónapban tartanak fogadó órát. Ki hol tartja?
különböző helyszínek vannak megadva, és arra kérjük a tisztelt választópolgárokat, hogy jöjjenek el, keressenek fel bennünket, én viszem magammal a laptopot, fölírom a problémát, a nevet, a címet, a telefonszámot, hogy tudjam, hogy kivel beszéltem, és tudjak visszanézni arra az igényre, amit esetleg elmondott, és az a tapasztalat, hogy egyébként élnek is az emberek ennek a lehetőségével, hiszen gázbekötéstől kezdve egy bejárónak a elkészítését érdeklődtek nálam, meg sok-sok egyéb olyan dolgot, ja, hát például a Baross úti zug, amit mindig szoktam emlegetni, bejött a házaspár, nagyon szépen elmondták, hogy mi a problémájuk, hogy a város kellős közepén tulajdonképpen ott laknak, mert a Morgócsárdától 100 méter, és térdig járnak a sárban. Úgyhogy nem tudnak bemenni az úton, és akkor elterveztük, addig ütöttük a vasat, amíg forró volt, és sikerült elkészíteni ott az útalapot, ami nagyon jól sikerült. Néhány év múlva egy pici kis javítás szükséges volt, azt is megoldottuk. Tehát ez mind-mind a fogadó óráról indult el, viszont most a helyzetre való tekintettel, tehát a Covid járványra való tekintettel nem lesz, most egy darabig szünetelni fognak a fogadó órák, illetve mégis lesz, hiszen telefonszámot fogunk közölni, a megszokott, az ismert telefonszámokat, hiszen a fűnyírásnál is mindig ott van a telefonszámunk. A telefonszámokat tehát közli a karcagi hírmondó, és munkaidőben a képviselők rendelkezésre állnak, a lakosságnak bármilyen problémája, bármilyen kérése, igénye, szükséglete támad, akkor meg tudnak bennünket találni, tehát így is kapcsolatban maradunk a tisztelt választópolgárokkal. Már volt néhány szó arról, hogy a körzetben milyen problémákkal, javaslatokkal keresik meg képviselő urat. Melyek voltak akár állami, akár magán beruházások a körzetében az elmúlt időszakban? Szerintem látványos fejlődésen ment keresztül a körzetünk, a 6-os számú választókerület, hiszen hozzánk tartozik a területhez a vasútállomás és környéke, ami modernizálódott és megszépült, tehát ezt azt hiszem, hogy mindenki látja, aki arra járt, és nem is kell túl messze menni tőle, ugye ez egy állami beruházás volt, és ott van mellette a magánberuházás, a Szatmári cégcsoport megvette a rizshántoló malmot, többek között azt is, és ott egy kukorica malmot létesítettek, ott voltunk az átadásán, nagyon szép lett, és már akkor is már ment a munka, illetve ott az irodaépületet átalakították, tudomásom szerint még munkásszállás is kialakításra kerül, tehát ezek az olyan nagyon volumenű állami, illetve magánberuházások, amik a körzetünket érintik. Képviselő úr, köszönöm szépen az interjút, és hogy eljött hozzánk, stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen a meghívást, és további szép napot kívánok mindenkinek. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!